Haraszti Miklós a vendégem, és épp abba kezded bele, jó estét, hogy szívesen folytatnám, mit folytatna szívesen, amit abba hagytunk Gyurcsány Ferenccel? Igen, mert azt gondolom, hogy mindent a kedves nagyon jó irányba tett lépés ez, hogy kivonulnak, csak rögtön itt elárult, hogy ennek nincs folytatása. 18-ban inkább a csorba fegyverekkel egészen bizonyos kétharmadot az új fideszes parlamentbe való becsusszanást, a frakciólétet választja, és ilyen értelemben akkor ennek a lépésnek inkább egy oldallépés jellege van, hogy még egyszer megmutatom a többi parlamenti pártnak, hogy ki a legény a gáton, szemben azzal, hogy mondjuk esetleg felvették volna a telefont, és együttesen beszéltek volna egy ilyenről, rögtön a 2018-as folytatással együtt. Várjon, a 2018-ról, ha valaki, akkor mondjuk Gyurcsány Ferenc számtalanszor, sőt a 2014 előtti összefogásért ő volt a legnagyobb támogatója, hogy csak közösen, csak egy jelölt lehet miniszterelnök. Tehát most sem vallanak más, tehát a DK és a DK elnöke nem azt mondta, hogy most ugye ki a parlamentből, 2018-ban, meg majd mi külön-külön megvívunk Orbán Viktorral, hát ha megint összejön neki a kétharmad. Nem ezt mondta, tehát ő abszolút azt támogatja, hogy az ellenzék össze kell fognia. Igen, egy dolog szavakban ezt mondani, más kérdés az, amit a német úgy mond, hogy schon da gewesen, déjà vu, mondja a francia, megvolt, magyar azt mondja, megvolt. Hát, 2014-ben, most akár előválasztásos játékkal, akár nem, összehozzák ugyanazokat a régi embereket, akkor, akik egyébként egy ilyen jó ízlésű a Fidesz parlament által joggal megérdemelt lépést megint egyedül tesz meg morális példaként, és nem arról beszél, hogy 2018-ban milyen módszerrel lehetne megakadályozni ezt a kétharmadot, amely a régi ellenzék bármilyen stílusú összeállása esetén már a tegnapi, nemhogy a mai párt arányok mellett is bizonyos. Igen, de a kettő nem szárja ki egymást. Az, hogy most a DK, vagy bármely más párt, hogyha lesz követőjük, azt mondja, hogy na jó, betelt a pohár, és ehhez a NER-hez én már nem asszisztálok. Nem leszek biodíszlet, és nem tudom, micsoda, nincs értelme. Nincs értelme. És a másik téma az, hogy készüljük. A különmenés, a különmenés az átok. Uh-huh. Nem a rossz vonal, nem a rossz elképzelés. Ha egyetlen egyszer ez az ellenzék, kis csoportokban akár a régi csoportosulásban. Egyszer nem a nyilvánosságon keresztül üzenné, hogy ki a legény a gáton, hanem azt mondaná, hogy együtt kiállunk ezzel a dolog ellen. Instant kormányképesség, mert nem ez az egyetlen dolog hiányzik a kormányképességükhöz, hogy együtt lépjenek. Várjon, ebbe be kéne venniük a Jobbikot is? Hát abban a gondolatban, amely egyedül tud változtatni, és amely nem politikai összefogás, hanem a játékszabály, a játékszabály megváltoztatása, annak a fideszesen diktatúrikus leparancsolása a lehetőség határól, a lehetőség láthatáról, hogy 40, maximum 40%-kal, amennyi valaha is itten volt a Fidesznek, a maximumot mondom, kétharmadot lehessen szerezni. 40% a mi közös választási játékszabályunkban 40%-ot ír a parlamentben is. Nincs túlhatalom, és minden párt önmaga lehet, és abban a pillanatban, amit Gyurcsány Ferenc egyébként szeret, és minden más ellenzéki párt is szeret, hogy önmaga lehessen, fölmutathassa önmagát, abban a pillanatban annélkül a rizikó nélkül volna lehetséges, hogy a választók elpotyogtatják a szavazatukat, mert attól félnek, hogy nem esélyesre adják, hogy a Fidesz segítik hatalomra megint kétharmados hatalom. Tehát ebbe be kéne vonni a Jobbikot a játékszabályok miatt. De hát ez, bocsánat, két héttel ezelőtt megtörtént. A Jobbik hívására minden ellenzéki párt vitanapot rendezett a parlamentben, amelyet csak a Fidesz bojkottált. Ó, de én most a választásról beszélek. Amely arról szólt, hogy a játékszabályok közül a levélszavazat diszkriminációját meg kellene szüntetni. Oké, de a választáson mit tudna kezdeni a Jobbikkal? Bocsánat, egy meglevő, 2010 óta meglevő együttműködést kellene felújítani. 2010-ben minden parlamenti párt, Lampert Mónika a szocialistáktól, a Karácsony Gergő az LMP-től és egy Bana
nevű jobbikos, aki most nincs aztán már a parlamentben, mondták el, hogy arányos választási rendszert akarunk együtt. Semmi más nem kell csinálni, mint ezt kikényszeríteni azért, hogy aztán ne kelljen senkinek, senkivel politikailag összefogni, és mégis összeadódjék, hát többség... és mégis összeadódjék a Fidesz ellenes szavazat. Tehát a játékszabályokat a parlamentben nem tudják átírni, mert nincs többsége az ellenzéknek. Akkor akkor csak a szavazókat lehetne összefogni, ami nem kis feladat, nem. De azzal ugye választást lehet nyerni, és ebbe be kéne vonni a... Minden választási, demokratikus választási rendszer két lépésből áll. Az elsőben közösen megállapodott választási rendszert hoznak létre. Kerekasztalba behívom a Fideszt, ha nem jön, a Fideszt, az ellenzék együtt kerekasztalba a játékszabályok megbeszéléséről szóló kerekasztalba behívja a Fideszt, nem kell parlamentben szónokolni, mert ott a napi rendet a Fidesz diktálja. És ebben teljesen igaza van Gyurcsánynak. És ettől kezdve, ha a Fidesz bojkottálja, a választási, demokratikus választási rendszer kialakításának az első lépését, akkor nem kap választást, és az, amit itt Gyurcsány elmondott, hogy akkor 100%-os Fidesz vagy Jobbik parlament van, ez rossz ellenpropaganda ezzel a gondolat ellen. Akkor mi az, hogy nem kap választást? Hogy, ha nem jön el a kerekasztalra, mi az, hogy nem kap választást? Nem kap választást, nem épülnek fel a választási bizottságok. Hát felépíti a Fidesz magának. De bocsánat, ez az a gondolat, amit az Orbán nem téveszten el, és ezt a félelmet, ezt a hiedelmet, ezt ő nem követné el. Megmondom miért. Azért, mert ez a stabilitás megtagadása a rendszertől. A rendszer nem azért stabil, mert a Fidesz olyan népszerű, a rendszer azért stabil, ezt jól látta megint csak Gyurcsány a fél lépésével, mert részt vesz benne az ellenzék. Abban a pillanatban, ahogy nem vesz részt benne az ellenzék, nem lehetséges kamupártokkal ezt bepótolni, hiszen mindnyáján felszólították a választóikat. Nem lehetséges lebonyolítani a választást. Nem Belarusz, ez nem Belarusz, még Oroszországban sem lehetséges, ez nem Belarusz. Itt nem lehetséges titkos szolgálati, nem lehetséges az Európától kapott közpénzek és az összes többi kezelése parlamenti pluralizmus nélkül. Ezzel, ez nem belügy. Az, hogy a parlamenti választás nem jött létre azért, mert az uralkodó párt nem volt hajlandó közös választási játékszabályt kialakítani. Nem az arányosság vagy aránytalanság kérdéséről van szó, habár természetesen, ha a pártok ebben részt vennének, az arányosat választanák, hanem a közösről van szó. Arról van szó, hogy 2014-ben elkövették azt a hibát, hogy a megpatkolt választási törvény alapján lejátszottak egy játékot, amelyről tudták, hogy hova vezet, de azt gondolták, hogy esetleg, ha majd népszerűtlen lesz a Fidesz, akkor a mi javunkra fog működni ez a rendszer. Ha ezt a hibát másodszor is elkövetik, viszik az országot egy újraépített kétharmadba, amelynek az eredménye ne tudjuk meg, hogy mi lesz. A legenyhébbeket mondom, az elnöki köztársaságot, egy még újabb alkotmányt, és így tovább. De amint az megtörténik, utána már tényleg el lehet mondani, hogy bocsánat, kétszer részt tetszettek venni benne. Egyszer lehet tévedni, meg lehet tanulni, hogy működik a Fidesz, még egyszer elkövetni ezt a hibát nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy ez jó irányba mutat ez a lépés, rögtön gondoskodni kellett volna arról, hogy mások a többiek is együtt. És talán zárt ajtók mögött kellett volna meg. Amikor ez először meg fog történni, hogy közös sajtóértekezleten jönnek ki egy ilyen gondolattal, és nem a sajton keresztül mutatják meg, hogy ki mit válaszol a másik felvetésére? Kinek van a gáton víztűrőbb csizmája? Abban a pillanatban... Tudjám, hogy a Népszabadságról mi hívtam én beszélgetni, és most fú, de belemerültünk egy nagyon-nagyon fontos témába, ami egyébként egyáltalán nem áll távol a napi hírtől, a Népszabadság egyik persze a másik közöttön megszüntetéséről. Nagyon sokan azt mondták, hogy hát demokráciában ilyen nincs, ön is így gondolja? Tehát ami a Népszabadsággal történt, az azt jelenti, hogy ebben az országban ezt már nem nevezhetjük demokráciának? Amit illiberális demokráciának díszítőleg mondják, ugye, jobb hián, mert hiszen választás útján kerül hatalomra, mint ezt az előbb megbeszéltük, amelyben
egyik ez liberális demokráciák mellesleg akkor kezdődnek, amikor a pártok már be vannak darálva, attól kezdve csak a civil társadalom és csak a média, ez nemzetközi tapasztalat. Igen. Chávez-től Lukasenkóig és Moráleztől Putyinig. Tehát nem is beszélve ugye a törökökről. Szóval az a lényeg, most hol élünk? Az a lényeg, hogy nem érdemes arról vitatkozni, ez demokrácia vagy nem. Ez egy teljes értékű illiberális rendszer, amelyben részenként fölmorzsolják a pluralizmus biztosítékait. Amihez nem fognak hosszú ideig talán még tudni hozzányúlni, az az online világ, de az online világ természete az, hogy szétmegyünk a Facebook fiókjainkba és a köreinkbe, fragmentálódik, a közvélemény nem tud összeállni, és ennek következtében az egyik oldalon teljes monopolra törekednek, információs monopóliumra, nem feltétlenül tulajdonira, hiszen Simicska óta ugye széttagolták az oligarcha tulajdont. Információs monopóliumra megyünk a közvélemény kialakítására képes médiumokban, és a teljes fragmentációra megyünk az online médiumban, és az igazi célja ennek a rendszernek nem az, hogy az ellenzéket kitiltsa, a vélemény a szabad, ezzel szemben az investigatív anyag, a korrupciónak és az emberi jog sértéseknek, a morális felháborodást kiváltani képes híreknek a letiltása a képernyőkről, és mindenről, amit sokan hallgatnak, és amit országosan hallgatnak, ez alaptermészete ennek a rendszernek. Ha nincs morális felháborodás, akkor nincs baj. Nyilván a hatalom részéről. Ugye az ellenzéki tehát akkor nincs nagy veszély. Hát az hogy mondjam, az megjósolható volt. Hát itt jössz már megint. Mondod, hát igen, ezt várjuk tőled, ez az ellen. Ami számít, az az, hogy loptok, csaltok, hazudtok, ártotok, nem kormányoztok, és bántjátok az embereket. Ez az, ugye, ami, de nem politikai véleménybe, hanem tényekbe. Tényekbe, és megmutatott, hogy mondjam, kárszenvedő csoportokban. Amennyiben ezt sikerül a közvélemény kialakítására képes médiumokban letiltani, és beszorítani ezekbe a fragmentált online médiumokba, akkor újra tudják termelni a választási többségüket, és lehet ha a választási rendszer is megmarad, akkor újra termelik a kétharmadot. Ez most már keretes szerkezet volt a beszélgetésünk végére. Köszönöm szépen. Igyekeztem jóvá tenni a bűnömet. Jóvá tette.